Szép jó napot kívánok! Dorogi Gyula vagyok, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom, Pest megye 8-as választó körzetének az országgyűlési képviselőjelöltje. Ahol most állunk, az a Lakihegyi leadó torony, rádió leadó torony, ami a környékünk és az itt lakók büszkesége. 1933-ban épült, egy időben meg akarták szüntetni, de az itt lakók összefogása azt a fajta állandóságot kérte, és igényelte, hogy maradjon, így műemlékké nyilvánították. Igen, az itteni lakosság néha az állandóságot, néha a változást igényli. Nézzünk körül a körzetbe, mi az, amin változtatnunk kellene. Pest megye 8-as választókerülete, körzete 10 településből áll. Ebből 9 település a Soroksári Dunaágnak a partján fekszik, a 10. Százhalombatta, az a Nagy Dunának a másik oldalán. Tudni kell erről a választókörzetről, hogy két Duna között fekszik, hogy említettem, a Soroksári Dunaág és a Nagy Duna között. Sokkal több van ebben a területben turisztikailag, mint amit jelenleg éppen ki tudunk használni. Egy desztinációs, egy turisztikai társulásnak vagyunk a tagjai, amit ki kellene használni sokkal bővebben, már csak azért is, hogy az itt lakó emberek pihenése, szórakozása biztosítva legyen, illetve munka lehetőséget is adna az itt lakók számára. Szigetszent Miklós lakosságának nagy része lakótelepeken lakik. A lakótelepi részek akkoriban 3 gyárra épültek fel, a Csepel autógyár, a Csepelvas és fémművek, illetve a Pestvégi gépgyárnak a segítségével. Sajnos ma már egyre kevesebb lakás épül, amit a mai fiatalok meg tudnának vásárolni. Ezért meggyőződésem, hogy bérlakásokat építeni kell, mert tető kell az embereknek a feje felé. Jelenleg éppen a választókörzetem legproblémásabb, legneuralgikusabb pontján állunk, és az egy közlekedési neuralgikus pont, ugyanis tudni kell, hogy a választókörzet Budapest agglomerációjában van. Magyarul nagyon nagy a fluktuáció reggel és este a munkában menet, és a munkából hazajöhetkor. Ez a kereszteződés, ami a hátam mögött van, 4 települést köt össze, Tököl, Halászteleg, Taksony és Szigetszent Miklóst. Évről évre, egész pontosan ciklusról ciklusra minden képviselő jelölt ezzel kampányol, hogy ezt a problémát megoldja, jelzem, eddig még semmit nem csináltak. Nem az én dolgom ezt eldönteni, hogy mivel lehetne ezt kivédeni, kiváltani ezt a problémát, de meggyőződés, hogy egy felüljáróval, egy aluljáróval, akár egy körforgalommal megkönnyíthetnénk azoknak az embereknek a dolgát, akik az idejüket itt fecsérlik el, mert valamikor hosszú 100 métereken keresztül áll a sor, nem beszélve arról, hogy mellettem jobbra a Ráckevei hívnak a kötött pályás vonala is fellelhető, és akkor egy piros lámpát kapnak, teljes a káosz. Ezt itt meg kell oldani. Köszönöm szépen, hogy ezt a pár percet, ezt a kis időt velem töltötték. Igyekeztem választókörzetemnek a problémáira természetesen a teljesség igénye nélkül rámutatni, illetve kicsit bemutatni a választókörzetemet. Kérem Önöket, hogy a továbbiakban, a későbbiekben kövessék figyelemmel megnyilvánulásaimat, bejelentkezéseimet a kampány időszak alatt, és április 3-án szavazzanak Dorogi Gyulára, az Igen Szolidaritás Magyarország Mozgalom Pest megye 8-as választókörzet képviselőjelöltjére. Viszontlátásra!